Bengala sziget, Batab főhadiszállás. Nem látta Kitet? Most akartam önt hívni. Próbáltam őt is, de nem vette fel. Mi a baj? Valaki betört a laborba. Mindent átkutattunk, de eltűnt. Micsoda? Az új páncélruha. Volt valami tegnap este 7 és ma reggel 6 között? Mit csinált? Mi történt? Készített repülési tervet? Ha igen, azonnal jelentkezzen. Gurán éjjel 3:19-kor elment a Gulfstream-mel. Hogy elment? Hainsnek azt mondta a Heathrow-ra karbantartásra. És Kit vele ment. Vissza, Davidson. Mi a fene? Hey, figyeljen! Le kell állítani a nyomozást. Hol a pokolban? Az nem számít. Nem számít, hol voltam. Látja, hogy élek. Állítsa le, rendben. Álljon meg a menet. Van róla fogalma, hogy mind ment keresztül a lányom? Igen. Mondja meg neki, hogy ne haragudjon. Tudja mit? Mondja el neki maga, miután bekísért. Igen, milyen alapon? Majd kitalálok valamit. Ne felé! Hey, Clark! Nézd ki, találtam itt! Beszállás. Clark? Ne! Telefonáltam, ahogy megtudtam. Azonosították? Igen. Clark! Van pulzusa. Reni, gyerünk! Apa! Reni, segíts már! Apa! Apa, kérlek, maradj velem! Hallasz engem, apa? Kérem, siessenek. Dad, please! Oh! Nagyon jó! Apa, figyelj rám! Maradj velem! Daddy, please stay with me! Dad! Ha meglátják a lányjal, veszélybe sodorja az életét. Zürich, Svájc. A szintestvériség főhadiszállása. Most kaptam az információt, hogy az alany meghalt, de a cél személy életben van. Bella el se tudja képzelni, milyen helyzetbe hozott ez a tanács előtt. Azelőtt gondoltam Newark, New Jersey, Tifkon főhadiszállás. Ezerszer elmondtam, hogy a Flicker átprogramozás még nem tudja teljesen átírni a személyes kötődéseket az alany és a cél személy között. Elég! Kérem. Mondja, hogy ennek a dolognak nincs kihatása a Ben David akcióra. Számos tényező van, ami problémát okozhat.
Ha több az alany, akiket egyénileg programozunk relatíve bonyolult feladatokra, és az alanyoknak együtt kell működniük. Csoportok, értem én. Mi baj a csoportokkal? A csoport jó dolog. Tesztelnünk kell a Flicker hatékonyságát egy komplikált forgatókönyv esetére. Ha egy tényezővel baj van, az egész művelet kútba eshet. Ó, mindent vagy semmit. Ezt szeretem hallani, Bella. Én elintézem Davidson felügyelőt New Yorkban. Maga készüljön fel a Ben David akcióra. Semmi tévedés, Bella. Mindent vagy semmit. Janet? Keresse ki a külsős cégeket. Valaki csak van New Yorkban, aki szóba jöhet. Az East River. Tudtam, hogy valami történt. Teljesen lefagytam. Ugyan kit, a társa volt a baj. Nem, tudom. Hiszen láttam. Furcsán viselkedett, de rajtam páncélruha volt, és kettőjük közé akartam lépni. Talán Vandermarknak van igaza. Nem vagyok alkalmas rá. Rettenetes hátrányban van. A legtöbb fantom gyerekkora óta gyakorolt. Éveken keresztül. Remek. Ettől sokkal jobban érzem magam. De nem mindegyik. Például Christopher Walker. Az elsőt. Akkor kezdte, amikor én. Így igaz. Helyes volt figyelmeztetni Davidsont. Ha nem teszi, most halott. Na persze, ne felejtsük. Ezért még mindig veszélyben van. Mi van Rennyvel? Alig, ha nem ő is. És mi van, ha megint elszúrom? Majd tanul belőle. Ne feledje, esküdtett. Látja ezt? A tűz nem adta volna oda annak, aki nem méltó rá. New York, a Sínai Hegykórház. Ez az, igazán szép. Mit akar? Ó, nem már. És mi történik? Honnan is ott van, igen. Honnan fölcsön lesz? Hello? A fickó, aki leesett, meg akarta ölni az apját. Ki beszél? Chris? Nem, egy jó barát. Figyeljen rám nagyon. És csak úgy ledobta az épületről? Baleset volt. Baleset? Meg akarta ölni az apját. Honnan tudja? Nézze, most nem láthatja át a helyzetet. Lehet, hogy ez így van, de maga valakit ledobott. Chris Moore küldött. Honnan tudjam, hogy nem hazudik?
Szóval él? Él, és... Maga beszélt vele? És mi van a szüleivel, Frankkel és Pemmel? Jól vannak? Halló? A szülei meghaltak. Ne. Azok ölték meg őket, akik az apja életére törnek. Krista védelmem alatt áll, ahogy az ön apja is. De nincs sok időnk. Biztonságos helyre kell vinnünk őt. De golyó van a gerincében, és mesterségesen lélegeztetik. A medivak már úton van. Várja egy Gulfstream gép a Kennedy reptéren. Minden felszerelés rajta van, ami a szállításhoz kell. Ez őrület. Lehet, hogy az. De melyik a nagyobb őrület? Az, amit elmondtam. Vagy az, hogy Clark Ellis meg akarta ölni az ön apját. Jól van, igyekez! Vigyázz kicsit! Rendben van? Aha! Gyerünk! Hova visznek minket? Messze! De az apja ott első osztályú kezelésben részesül. És Krisz is ott lesz? Nem. De ne féljen, jól van. Hamarosan jelentkezik. Úgy hívnak, a Phantom. Magának és az apjának. Urán, indulni kell. Sürgősen. Ha ezt viselik, a személyes védelmem alatt állnak. Egyszer majd kérek cserébe valamit. Gyerünk! Köszönöm. Nagyon hatásos volt. Még a gyűrűt se felejtett el. Az le volt írva. Féltem, hogy érzelgős lesz, de... amikor csinálja az ember, egészen klassz. Csinos lány. Az. És fél. Krisznek fel kell hívnia, amint teheti. Ó, igazán? Közdoktor Phil. Jut eszembe... Nem volt szép ledobni azt a fickót. Visszataszítom. Én nem dobtam le senkit. Tudja, hogy a Phantomnak nem szabad megölnie senkit. Nagyon ügyetlen fickó volt. Lehet, hogy öngyilkos lett. Bejelentette az igénylést? 100 000-et utaltak át a hadműveleti számláról önnek a kiadások fedezésére. Remek. Az több, mint elég. Van valami gond? Hát Babur a plafonon van a ruha miatt, ahogy Wendy is. Amúgy miért nem vette fel a telefont? De a ruha az enyém, és Wendy a szolgám. Na, értem. Ezt mondja el neki is, amikor visszajön. Ugye visszajön? Majd, ha megfejtettem, hogy vonták be az akcióba Davidson partnerét. Évek óta együtt dolgozott Renny apjával. Erre hirtelen úgy dönt, hogy lelövi. Valami komoly probléma lehetett vele. Maga szerint mi? Egyfajta hipnózis. Elmekontroll. Erőltetettnek hangzik. Miért? Én meg Kevlar mellényt viseltem. Mi ebben a túlzás? Eltenni ezt nekem? Ez meg mi? Tartozom vele valakinek. Maga fogja átadni. Majd jelentkezem. Szerintem több hasznomat venné itt. Aggódom a rés miatt, amiről Vandermark beszélt. Nem engedhetünk meg több hibát. Most nem. Kell valaki otthon, akiben megbízhatok. Jelentkezze.
Tájékoztatást kért a befektetéséről. Parancsoljon. A Phantom visszatért. Az egyetlen komoly ellenfél, akivel ennek az intézménynek szembe kellett néznie 483 év alatt. Árulj el, Ratib! Miért ölt bele 400 milliót ebbe a Flick Air dologba, ami olyannyira megbízhatatlan, hogy a világ összes titkos szolgálata messze elkerüli, miközben nem hajlandó kifizetni csekély összeget se, hogy valaki szembenézzen a Phantommal? Nem tudom, Steph. Nem tudom. De ön biztosan el fogja mondani. Az ilyenek, mint maga, csupa manzsetta és aranyfog. Egyetemet végzett, de buta, mint a föld. No, érzelmek a terítéken. Érzelmeket akar. Indítványozom, hogy Ratib Singhet váltsuk le a vezetésből alkalmatlanság miatt. Most azonnal. Nejha, de éles ez, mi? Na jól van. Más hozzáfűzni való? Valaki? Szedaka? Derek? You always second these things. No? Doug? Nem. Tudom, rám szavazza rá. Very well then. Az indítványt elutasítjuk támogatás hiányában. Kérem, vegye jegyzőkönyvbe. Na jó, menjünk tovább. Let's get an update on this LS affair. Pete? Bocsánat, uram. Dr. Lítia megerősítette, hogy azok az elváltozások, amiket Alice nyomozó agyában a Flicker idézett elő, túl finomak, hogy a rendőrség észrevegye őket. És a kommunikációs osztály azt a feladatot kapta, hogy járassa le Davidson nyomozót. A hulladékkezelő egység pedig kiszállt Alice lakására, hogy eltüntessen minden nyomot, hogyha van egyáltalán. Köszönöm, Pete. Szép munka. Szóval, addig is. A TIFCOM biztonsági részlege értesítést kapott, hogy álljon készültségben, én pedig személyesen hívom fel a barátomat a Bathapnál, hogy megtudja, mennyit tudnak, ha tudnak egyáltalán a Flick erről. Végezetül. Lássuk a Phantomot. Igen, ő megkeseríti az életünket. Egy szellem, aki jár. Kösz, de ennyire könnyen nem veszem be a mesét. Miután túl vagyunk a Ben David ügyön, ő következik. I swear. Merre van? New Yorkban. Azután nyomoz, miért támadta meg Alice Davidsont. Arra gyanakszik, hogy a testvériség valami elmekontrollt használ. Elmekontrollt? Keith úgy véli, nyomokra lett. Értesítenie kellett volna. Szólnia, hogy elmegy. Nem akarta, hogy bárki tudja. Ez nem jó érv. Csak, hogy ő a Phantom. Igen, de még nincs kész. Még nem tartom alkalmasnak arra, hogy önállóan cselekedjen, tudnom kell a tartózkodási helyéről. Egyszer elvesztettem, másodszor nem akarom. Világos, Guram? Hát persze. De az első számú személy, akinek a parancsai teljesítem, az Keith Walker. Mi van a lányjal? Még sokkos. Azon tanakodik, vajon hol van. És tudja? A Phantom mindig is nagyon okos és intuitív nőket választ ki. És? Most láthatóan gyanakszik valamire. Nem érti, hogy lehet Chris Moore kapcsolatban velünk. Találkoznak? Miss Davidson, szeretettel üdvözlöm, és biztosíthatom, hogy az apja minden kezelést megkap, amire szüksége van. Ön szeretne valamit? Ó, nem én. Jól vagyok. Én csak azt szeretném tudni, hogy
Önök mégis kik? Mindent meg fog tudni, amikor elérkezett az ideje. De miért csinálják ezt? Miért? Mert nekünk ez a dolgunk. Krisz is ide jön? Kérem, jöjjön velem. Pihenésre van szüksége. Halló? Reni? Krisz? Krisz, merre vagy? Queensben. Mi? Mit keresel ott? Várok valakit. Épségben megérkeztetek? Igen, meg. Apa elmondta, hogy figyelmeztetted. Felébredt? Igen, felébredt. De most megint alszik. Jobban van. Pillanat, várj. Azt mondják, lehet, hogy nem tud majd járni. Jaj, nem. De nem tragédia. Szerintem elég jól viseli. Jobban, mint én. Szerintem olyan lesz, mint azok az őrült kerekes székesek, akik... snowboardoznak és fociznak. Reni, Reni, ha bárki meg tudja tanítani járni, az csak te vagy. Igen. Igen. És ez a helyez fantasztikus. Itt olyan diagnosztizáló felszerelés van, hogy több, mint szupermodern. Ez egyszerűen olyan, hogy én nem is... Mi van? Nem tudom, hogy fizetjük ezt ki. Dr. Bábúr most hozott egy neurológust Védországból. Erre nem érvényes apa biztosítása. Emiatt ne aggódj. Érted? El van intézve. Csak az a lényeg, hogy felépüljön. De komolyan, Krisz, te hogy akadtál össze ezekkel az emberekkel? Hát, ez bonyolult. Családi dolog. Hát jó. Tartozol egy komoly élménybeszámolóval. Igen, tudom. Majd mesélek. René, most le kell tennem. Megköszönöd a fantomnak még egyszer? Meg. Persze, megígérem. Queens, New York. Clark Ellis otthona. Micsoda kiszolgálás. A műholdas szerelők tovább túlóráznak, mint a kábel tévések. Beszélni? Newark, New Jersey, Tifkon főhadiszállás. Figyelem, emberek, semmi hiba. Az alanyok helyzetben, zavartalan a rálátás. Átkapcsolás Flick R sablon 9 alfa 9-re. Szekvencia indul, és most. Indítás. Azonosítva. Sorszám 213-42-0-008. Cooper, Anna V. Sorszám K9-213-42-00-11. Johansen, Sven. Szám K9-231-42-00-12. Ló, Trevor H. Sorszám K9-213-42-00-09. Dale Ruben. Szám K9-213-42-00-10. Holliston, Nina Alexandra.
szíves adást beszüntetni. A belső processzorok felerősítik a jelet egy időzített elektromágneses jelsorozattá, ami az alanyt mély béta állapotba helyezi. Ránk miért nincs hatással? A kép szűrőkön megy keresztül, amik ártalmatlanná teszik. De a tényleges kép valóban halálos. Mert a mikrohullámú felhangok, amiket használ, átrendezik az agy struktúráját. Az eredmény? Visszafordíthatatlan változások a limbikus rendszerben, ami halálos lehet. Ez fegyvernek tűnik. Alkalmas lehet agymosás? Igen, de mennyire? A limbikus rendszer áthuzagolással tökéletes uralmat tesz lehetővé az illető fölött. Honnan tudják, hogy az alany ott van, mikor sugároznak? Pillanat. Figyelem. Mosolyogni. A kamera a kábeldobozban trükk. De azért egész okos. Kit, ki tudod szedni valamit abból a két banditából? Semmi használatot. Ott mi a helyzet? Gurán, mit tudunk a Tifkomról? 3 éve fúzionált, magánkézben van. Fő tevékenység kábeltévés adás. Jó kis támaszpontot építettek, itt több mint 40 ezer előfizetőjük van. Bostontól Virginián át Marylandig. Az igazgató dr. Bella Lithia. Nem sok adat van róla az adó nyilvántartáson kívül. Nincs Priusza. Gépkocsi? Semmi. Álnévnek tűnik. Telephely? A cég irodai Manhattanben vannak, Delicourt torony. És van egy sugárzó állomás Newmarkban, New Jersey államban. A számítógépes hálózatuk a világon a legbiztonságosabbnak tűnik. Az én embereim sem tudták feltörni. Akkor következhet a B-terv. Ha az a B-terv, hogy visszajön ide és befejezi a kiképzést, benne vagyok. Nem igazán, az nem is terv. Rendben van. Akkor mi a B-terv? Hogy betörünk a Tifkom főhadiszállására. Értem. Küldök egy csapat tapasztalt ügynököt. Nem, semmiképp. Ennek köztünk kell maradnia. Nem tudjuk, hol a rés. Kit, nincs felkészülve terepakciókra. Az lehet, de a színék sokat gűriztek, hogy ezt összehozzák. Kizárt, hogy csak egy zsaru megölése lett volna a cél. Ez sokkal nagyobb ügy. És a megoldás itt van. Nem cselekedhet egyedül. Nem is akarok. Helyi tehetséget veszek igénybe. Le kell tennem. Ha kell valami, majd telefonálok. Helyi tehetség. Hé, Jordi! Hover! Hé, te! Komálom az új menőkédet, öreg! Nem lehet igaz. Jó van már. Na. Telefonálhattál volna. Halálra ijedtem. Na, mi történt a szüleiddel? Erről nem szeretnék beszélni. Ó, ne csináld már. Hermano, tudod, kivel beszélsz? Igen, tudom. Tudom, kivel. Azért nem mondhatom el neked. De te sem mondd el senkinek, hogy találkoztunk. Rendben? Mit csinálunk? Szállítottál már valamit a Tifkomnak a Delicourt toronyba? A 42-re, 2-szer is. Biztonság? Kemény. A lift a magánfolyosóra nyílik. Kártya nélkül nem jut át senki. Mi van? Csak azért jöttél, hogy a Tifkom nyitva tartására érdeklődj? Nem, dehogy is, ugyan már. Látni akartalak. Miattad jöttem. És hogy... tudjam, hogy az életem valóság. Mi a helyzet? Mi van veled? Nem fogod elmondani, ugye? Nekem jó. Hé! Hey! Hogy van a bordád? Jobb, mint régen. Megint elkezdtünk edzeni. Mintha egy acéllemez lenne körülöttem. Láthatatlan vagyok. Ismerem az érzést. Jó, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra. Te is. Washington, a Pentagon.
Feljegyzés. Az elnöknek. Tájékoztattam a Nemzetbiztonsági Szolgálatot a Ben David látogatásával kapcsolatos tervekről. Arra kérem önt, fontolja meg ezt a súlyos lépést. Na, én megyek. Holnap találkozunk. Miniszter úr, aláírja ezeket, mielőtt elmegy. Köszönöm, Anna. És a központnak. A csomagot kiszállítottam. Most már rajta múlik. Sok szerencsét. Két, csak pár percre tudjuk hatástalanítani a biztonsági rendszert a 17. és a 18. emeleten, úgyhogy siessen! Visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1. Ott van egy lépcső a 18. emeletre. Kit, kell lenni egy munkaállomásnak a főszerveren. Használja, hogy hozzáférjen az adatbázishoz. Megvan. Remélem működik, Babur. Szép.
Igen. Elnézést, Dr. Lítia, de mintha aktivitás lenne a főszerveren. Biztos? Talán semmiség, de gondoltam, jobb, ha tudja, mielőtt szólok a többieknek. Persze, William, jól tette, hogy előbb nekem szólt. Majd én elintézem. Tifkom? Halló? Kapcsolja a biztonságiakat. Ismerem ezt a nőt. Honnan? Tanúskodtam ellene a ruandai háborús bűnösökkel foglalkozó perben. Az igazi neve Plemina Karl. Kiváló viselkedéskutató pszichológus volt. Amíg fel nem kérték magasrangú ruandai tisztek az együttműködésre. Mi volt a téma? Többször próbált meg létrehozni egy agymosó technikát, melyel gyermekharcosokat hoztak létre a Tuszi népírtásnál. Sikeres volt? Távolról sem. Több tucat alanya szenvedett agyhalált a technika miatt. Uramisten, nézze a fizetését, hisz ez botrány. Babur, meg tudjuk találni az előfizetői listát. Összehasonlítjuk a rendőrségi jelentéssel. Hát, ha találunk valami egyezést az erőszakos esetekben. Jól van, letöltöm a Tifkom előfizetői névjegyzékét. Nevek? Címek. Sorszámok. Jason, ott van? Itt. Amit a vevőegységben talált, elég egzotikusan hangzott. Drága? Na, nagyon. Szuper katonai minőség. Kizárt, hogy minden előfizetőhöz telepítették volna. Hát igen, ez valószínű feltevés. Nagy erőkkel is próbálták visszaszerezni, ami Alice lakásán volt. És követni is kell őket. Lehet, hogy a sorozatszámokban van egy azonosító, amiből megtudható, ki lehet kitéve veszélynek. Értem, nos hát akkor gyerünk. Két, ideje indulni. Gyorsan. Rendben, már itt sem vagyok. Elvihetem? Remek. New York, WDN stúdió. Csak velünk ma este is. Különleges különkiadásunkban Jelil Ben David békeharcos beszél a közgyűlés előtt. Ne butáskodj, Lorna. Nem tehetem. Nem, még Bradyt sem. Nem érdekel, mit akar tenni Oprah. Én nem vagyok Oprah. Mondd meg neki, hogy csak nyugi. Nem vagyok egy lesipuskás. Ígérem, nem célzok semmi rondasággal. Figyelj, keresnek a másikon. Hívj, ha megvan az igen. Nina, hol Isten? Itt Dale. Létfontosságú, hogy megsürgesse Mr. Everby sajtópapírjait. Értem, Miss Holliston. Mikorra kellenek? Azonnal. Hát, rendszerint 5 munkanapra van szükség, hogy a biztonsági szolgálat ellenőrizze a háttérinformációkat. Ugyan már. Minek őket zaklatni ezzel, nem? Kár lenne ezt az emeletre vinni. Természetesen. Azonnal. Személyesen intézem. Már is, igen. És most? Ölbetett kézzel várunk? Dehogy is. Értesítjük a helyi hatóságokat. Átadjuk, amit gyűjtöttünk, és ők majd intézkednek. Maga pont ezt kifogásolta Babur működésében. Se felszerelés, se ember, hogy elvégezzük ezeket. Felszerelés és ember? A Phantom ennél nagyobb dolgokat is tett 4 apácával, egy tartály kerozinnal és egy verklis majommal. Korzika 1911. A rajtaütés a Sarducci villán. Kiváló. Jó tudni, hogy megtanulta a leckét. Ne szórakozzon. Maga mondta. Amióta az apám meghalt, a Batáb, kész vicc. Csak külső ügynökségeket lovagolunk meg. Annak idején mi ellenőriztük a testvériséget. 400 éven át mi voltunk az irányítók. Amint az anyagot átadjuk, már is fülest kapnak, ha eddig nem történt volna már meg. Nem. Túl veszélyes. Maga még nincs... Felesküdtem az ártatlanok védelmére. Nem állok le, amikor kész vagyok, pláne ha biztonságos. Meg kell akadályoznom. A kérdés csak az, hogy maga segít-e. Elkészült a Tifkom előfizető lista elemzése. Az elmúlt fél évben 43-an követtek el öngyilkosságot, vagy erőszakos bűncselekményt közülük. 40 ezerből 43? Az szokatlan? Igen, nagyon szokatlan. És csak egy volt közülük ismert elmebeteg. Na és persze egyiknek se volt Priusza. Furcsa.
És ezzel még korán sincs vége. Időrendbe téve az eseteket kiderült, hogy folyamatosan nőtt a súlyosság. Igen, eleinte szinte kizárólag öngyilkosságok. 3 hónap múlva jelentkeznek az első gyilkosságok, és 1 hónap múlva tömeggyilkosság. Az az asszony Bridgeportban, Bethany Ann Gardiner. Aki megmérgezte a szülőket? Ő is előfizető volt? Akár csak a fiatalember, aki Georgetownban lövöldözött. Vagy a darukezelő New Yorkban, aki rájtett egy rakományt a buszra, és a lista folytatódik. Az alanyok minden esetben öngyilkosságot követtek el, vagy próbáltak elkövetni az eset után. Azoknak, akiknek nem sikerült, egyáltalán nincsenek emlékeik arról, amit tettek, és csökkentek a kognitív funkciók. Pontosan erre számítottunk egy ilyen technika alkalmazásánál. És több mint 40 ezer amerikai otthonában van ilyen készülék a tévé mellett. Nem, szerintem Kitnek igaza van. Nem minden előfizetőnél vannak ilyen dobozok. Ezt megerősítették? Nem, még nem. Még nem hasonlítottuk össze a sorozatszámokat, de minden esetre a dobozok csak felerősítik a jelet. A programozás változik. Hát igen. A kívánt viselkedés szerint. De kell hozzá egy távoli transzmisszió. A New York-i részlegünkből. Minden valószínűség szerint. Akkor azt leállítjuk. Ma este. Küldjenek meg minden adatot, amit tudnak. Műholdképeket, alaprajzokat, aha, biztonsági leírást, mindent, amit pár óra alatt össze lehet szedni. Igen, is rendben. Örülök, hogy így döntött. Bengala-sziget, Batab főhadiszállás. Tud már valamit? Nem, még a műtőben van. A nővér szerint eddig rendben, de még eltört néhány órát. Chris megkért, hogy ezt adjam át. Mert mi ez? Mert tartozik ezzel magának. Kedves Reni, megígértem, hogy mindent elmagyarázok. De ha ezt olvasod, az azt jelenti, hogy nem tehetem meg személyesen. Csatoltam a levélhez egy kulcsot is. Szeretném, ha tudnád, mennyire sajnálom, hogy akkor el kellett, hogy hagyjalak. Olyan kevés időnk volt. Tudom, hogy bután hangzik most, de szeretlek, Reni. Attól a pillanattól kezdve szeretlek, hogy megláttalak. Lehet, hogy te nem ugyanígy érzel. És ezért nem hibáztatlak. Sose fogom tudni jóvá tenni, de remélem megérted, hogy csak így tudtalak megvédeni akkor. Az asztalon van egy napló. Abból minden kérdésedre megtudod a választ. És akár sikerül megbocsátanod nekem, akár nem. Tudnod kell. Szeretlek. Örökké. A te kited. Igen. Megtámadják a Tifkomot. Jaco, ez tetszeni fog. Találja ki, ki akar behatolni a New Jersey részlegbe. Ó, kitalálom. Walker. Elrontja az örömömet. Laissez-le-moi, je vais le faire. Hallani akarom, hogy az utolsó lélegzetével az életéért könyörök. Természetesen hallhatja, ezért hívtam fel. Hálásan köszönöm. Részemről a szerencse, kedvesem. Feltételezem, ön szeretné, ha szenvedne. Ó, igen, persze. Mi a fene ez? Sürgős költségvetési követelések.
Bella, Bella, Bella. Jacko, ott van még? Igen, itt vagyok. Helyes, figyeljen. Miután végzett az emberünkkel, likvidálja a teljes Flicker csapatot. Ah bon? Toute l'équipe? Et la femme aussi? Igen. Lítiát is. Elsősorban Lítiát. Pusztítson el mindent. Très bien, c'est compris. Vous en faites pas, je m'en occupe. Imádom, amikor ezt mondja, kedvesem. Jó mulatást. Meg lesz. Nem azt mondta Gurán, hogy keményen őrzik a helyet? Csalódottnak tűnik. A Jacko kocsia. Másnak is van baja a Tifkommal. Jöjjön, öreg! Tartsuk magunkat a tervhez! Szellem, aki jár. Ezt a testvérem küldi. Hoppá! Carbon céramique composite. Tu comprends ça? Megismétli. T'inquiète pas, je vais te montrer. Kemény legény, mi? A helyében nem tenném. Miért? Ezt a szüleim küldik. Jó van? Menjünk innen. Gyerünk. Kész a segítségét, Wendy. Kár érte. Szerettem ezt a kabátot. Egyedül kellett volna jönnöm, öreg. Igen, egyedül. De túléltük.
Help me. Help me. Help me. Help me. I'll call an ambulance. Segítség. Segítség. Rátépszél. Kihasznált? Mondj el, mit akar Ratib? Háborút. Örök háborút. Béta 3. Flicker, Béta 3. Mi ebben a TIFCOM szerepe? Mi a cél? Ma este 11:38-kor a város. Jalil, a paparazzi. Varázs. Varázs, golyó. Golyó. Gyerünk. Az mi? Mágneses jelgenerátor. Minden gépet tönkretesz a teremben. Jöjjön velem. Még van dolgunk a tetőn. Hozom a robbanó anyagot. A TIFCOM egy ideig nem fog sugározni. Igen. Kiiktatták az embereit a TIFCOMban. Micsoda? Dr. Lithia beszélt velük. Emlékszik, mit beszéltünk meg? A tartaléktervről? Igen, a tartaléktervről. Rajta, most. Bonyolult, időre van szükségem. Kezdje el, vagy meghal. Mindegy, hogyan csinálja. Kész vannak. Kedves nézőink, folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Feltétlenül tartsanak velünk, amikor élőben tudósítunk Jalil Ben David beszédéről, ami történelmi jelentőségűnek ígérkezik. De még mennyire? Lássuk be, mindenki szereti a szaftos összeesküvéseket, igaz? És most, hál a Flicker technikának, itt az idő, hogy hatalmas összeesküvést hajtsunk végre. Aminek az egész világa tanúja lesz, egy órán belül, csupán a kezdete lesz a színtestvériség legvirágzóbb korszakának. Napokon belül napvilágot lát egy memorandum, amit az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere William Manchester írt alá, melyben arra kéri az elnököt, nevessen be eltipró erőt Jalil Ben David ellen. További dokumentumok szivárognak ki a sajtóhoz, amikből kiderül, hogy az eltipró erő egy hadművelet neve, amely a közel-keleti feszültség fokozását tűzte ki célul. Politikai gyilkosságokkal. Ezek után, uraim, minden lehetséges lesz. Vádemelés? Miért ne? Terrorizmus, persze! Forradalom? Rajta! Háború? Ki tudja? Kit érdekel? A lényeg az, uraim, hogy minden, ami rossz nekik, az jó nekünk. Ó, kérem, nem. Ó, ne! Elég. Lássuk a tűzi játékot. Megdöbbentő indíték lehetősége merült fel ma a két kiváló New York-i nyomozó megölési kísérletével kapcsolatban. További részletekkel Chip Rickert jelentkezik. Ez a csendes, hobokeni környék intenzív rendőri tevékenységre ébredt, mert társai az eltűnt Sean Davidson nyomozót keresték. Rendőrségi források szerint bizonyítékot keresnek egy súlyos rendőrségi korrupciós ügyre. Davidson és elhunyt társa Clark Ellis nyomozó több száz kilogramm utcai kábítószer rendszeres eltulajdonításával állhat összefüggésben. Na, úszott a rokkantsági nyugdíjam. Felejtsd el, apa. Ha Chris a végére jár, minden rendben lesz. Az jó lenne. Szeretnék már nyugdíjba menni. Nyugdíjba? Milyen csodáról beszélsz? Kicsim, legyünk realisták. Nem tudok tolókocsiban nyomozni. Szóval feladod. Csend legyen. Egy fél hangot se.
este. Van 21 percünk. 11:38. Paparazzi, a varázsgolyó. A városházán, a városházán. Ma este. Ma este, 11:38. Paparazzi. Jalil, paparazzi varázsgolyó, mágikus golyó. Kennedy. Mágikus golyó, Kennedy, Dallas. Merénylet. Kennedy elnök, Dallas, ma 11:38-kor megölik. A mágikus golyóval az volt az, ami bizonyította, hogy két merénylő volt. Paparazzi, a fotós az első merénylő. A sajtó elég közel tud kerülni. Már csak azt kell megtudni, ki a cél. Hogy mi történik 11:38-kor. Jalil, mit jelent az, hogy Jalil? Nem tudom, de valami nagy jelentőségű dolognak kell lennie. Ja, nem, Jalil, ez az! Elnézést, uram. Igen, tiszt úr. Felvenné a táskáját és velem jönne? Jalil Ben David. Itt van. Jalil Ben David ma este beszédet fog tartani. Biztos ez az. 11:38. 38. Nem, csak éjfélkor mond beszédet. Az épület hemzseg a biztonságiaktól, ez ki van lőve? Kösse be magát! Az időzítés 11:38, vagyis 20-22 perccel a beszéd előtt. Ben David épp csak megjelenik. Tehát akkora tervezik, amikor belép az épületbe. Csak 12 percünk van. Ki az? Nem tudom, titkos szám. Kittel beszélek? Ott ki beszél? Ratib Javadzin vagyok. De ön szólítson RJ-nek. Mellesleg gratulálok. Szemmel tartottam a fejlődését. Szép munkát végzett ilyen rövid idő alatt. Nem semmi egy későn érő típushoz. Örvendek, RJ. Jut eszembe a New Jersey-ben lévő adója, a multi. Ja, igen, hallottam a hírét. És tudjuk, hogy meg akarja öletni Ben Davidet. Nem fog sikerülni. Szerintem fog. Éppen most. Jason Kidd. Fegyvert szegez a kis barátjára, Davidson nyomozóra és a gyönyörű lányára. Ó, igen. És ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztem. Mindketten meghalnak. De ez magán múlik Kidd. Ó, igaz is. Kellemes napot. A felébe! Mit mondott? Ki ma beépített ember? Túszul ejtette Rennét és az apját, és megöli őket, ha megmentjük Ben Davidet. Köszönöm az együttműködést. Durán, hívja össze az alfa csapatot. Túszul ejtettek két személyt. Mi történt? Jason Kim, ő a besúgó. Hihetetlen. Fegyverrel fenyegeti Renny Davidsont. Tartózkodási hely bázis-kórház 14-es. Rendben. Nincs sok időnk. A kommentátorok nagy reményt fűznek Jalil Ben David békeaktivista ma esti kulcsfontosságú beszédéhez, amiről jól értesült körök azt állítják, hogy békét hozhat az izraeli-palesztin viszonyban. Már látom, ahogy közelednek. Csak 4 perc. Nem hiszem, hogy Guránnak sikerült cselekednie. Ez
Egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy az évfélkor elhangzó beszéd történelmi jelentőséggel bír, és megváltoztatja a zsidó-palesztin viszonyt. Számos szakértő megírta, hogy Ben David olyan befolyásoló erőre tett szert a térségben, hogy véleménye semmiképpen nem hagyható figyelmen kívül. Szavai mindenféleképpen befolyásolják a térség politikáját. Kit, én megértem. Mindenki megérti. Ben David fontos ember. De nem ér ennyit. Találták el. Ben Davidet? Pofa be! Maradjon már! Lemarad a legjobb részről. Eseményeknek. Valami baj történt. Káosz uralkodik a helyszínen. Ó, te kis rossz fiú. Nem tudom, de ez a... Mindegy. Volna. Elkésett. Ölje meg. Mind a kettőt. Most. Azt kötve hiszem. Ki beszél? Hol van Kim? A fenébe. A helyszínen lévő források megerősítik, hogy Ben David megsebesült egy támadásban néhány perccel ezelőtt. Engedjék el! Ő mentette meg az életemet. Ó, nem. Minden rendben lesz. Maradjon. Bízza csak ránk. Fel tud állni, uram? Gurám, hogy van René? Jól. Kimet elfogtuk. Hogy van Ben David? Úgy tűnik, minden rendben lesz. Én elkísérem a kórházba. Helyes. Szólok Vandermarknak, hogy menjen oda. Igaza volt, néhány dekódolónak egyedi sorozatszáma volt. Babur összevetette az előfizetők listájával, csak öt készülék nem állt kontroll alatt. Maga! Ne féljem, segíteni akarok. És mit tudunk arról az ötről? Valószínű, már túl vannak rajta. Kik ők? Az első meghalt, pár órája öngyilkos lett, Nina Holliston. A riporter. Igen, valószínű ő szerezte a sajtóbelépőt a merénylőnek. Egy Dale Everby nevű fotósnak. A fotós az első számú merénylő?
Akkor kitalálom. A másik pedig a limuzinban várt rá. A biztonsági őr? Sven Johansen, szolgálatvezető. Ő segíthetett Everbynek bevinni a fegyvert a helyre. És a másik kettő? Anna Cooper és Trevor Lowe. Nem tudjuk, mi a szerepük. Cooper adminisztrációs asszisztens a hadügynél. Hogy hívják az utolsót? Trevor Lowe. Nem tudjuk, mi a szerepe. Ismerős a neve. Majd mi átvesszük. Ő volt a mentős. Gyerünk, gyorsan! A helyszínen lévő források megerősítették, hogy Ben David megsebesült egy merényletben néhány perce. Mit csinál? Az minek? Mit csinál maga? Egyelőre nem tudjuk, eltalálták-e. Figyelmeztették, és elnézést, azután a lába... Elnézést, forog, de mit látunk tulajdonképpen? Diana, az a mentőautó, nem, ami... Nem, Csák, a tetején! Az mi? Hát egy állarcos ember valami lila ruhában. Az ég szerelmére. Segítsen valaki! Tettes eltérítette a mentőt, és úgy tűnik, a jármű belsejében lövéseket adtak le. A rendőrség készenlétben áll. Lehet, hogy túlszejtést láttunk. Hé! Gyorsan kórházba kell vinnünk a beteget. Minden rendben lesz. Úgy tűnik, Jalil Ben David épségben van. Jaj, ne. Az ülést berekeztem. Fiam, minden kétséget kizáróan teljesítette minden elvárásomat. Szivart? Köszönöm. Csapást mértünk a testvériségre. Régóta az elsőt. Egy diadalmas hosszú sorban. Sajnálom a kémügyet. Sose gyanakodtam volna rá. Becsületesnek látszott. Akár csak maga. Hogy érti ezt? Égette volna el. Elégetni? Micsodát? Apám naplójának a végét. Meg kellett volna semmisíteni. Már elnézést, de ezt nem értem. Az utolsó hónapjaiban észrevett valamit. Vandermark.
amitől megingott a bizalma. Például? Kegyetlenkedések. Rugalmatlanság, előítélet. A kellemes iránti vonzalom. Mennyit fizetett a szín, hogy elárulja? Ennek semmi köze a pénzhez. Azért tettem, amit tettem, hogy megvédjem azt, amit az apja meg én építettünk. Azzal menthettem meg a Batápot, hogy elviszem Bengálába az új fantomot. Ez volt az egyetlen életcélom, amióta az apja meghalt. Hűségem soha nem ingott meg. És soha nem is fog. Ezért szivárogtatott ki információkat a terveinkről? Ó, többre is képes lettem volna, hogy megőrizzem az apja örökségét. De ez már mind a múlté. Történelem. Megkapta a kiképzését. És az ősei nyomdokába léphet. Batáp jövője biztosítva van. Jut eszembe. Hol találta meg? A naplót? Sehol. Ez csak találgatás volt. Maga igazi Walker. A cél néha szentesíti az eszközt. Előfordul. Van, hogy nem mi választjuk a kezünkben lévő lapokat. Az egyetlen, ami a maga útjában állt. Ami távol tartott engem. Az örökségem betöltésétől. Az örökbefogadó szüleim voltak. Mondtam, hogy nem én öltem meg a családját. Csak adott annyi információt a színnek, hogy megtegyék ők. Különben nem értette volna meg, hogy mekkora a tét. Hogy megismerje az őseit. Első kézből kellett megtapasztalnia az ellenségünk kegyetlenségét. Őket úgy is megölték volna. Nem akartam, hogy hiába halljanak meg. Ártatlanok voltak. Semmi közük nem volt a harchoz. Olyan emberek, akiket a fantom megvéd. Magáért tettem Kit. Ne felejtse el, hogy én csináltam magát. Tessék! Ha méltatlannak tart. Csak rajta. Húzza meg a ravaszt. Törje meg az esküt. Maga az utolsó a sorban. Rajta! Nem. Végeztünk. Az apja büszke lenne. Ó, tényleg. Ezt nem érdemli meg. Kit! 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 Nem hagyom, hogy így menjen el! Hogy elpusztítsa, amit felépítettünk! Mit csinálnak itt voltak éppen? Elemzünk, következtetünk, tervezünk, aztán cselekszünk. Ez úgy hangzik, mint az én szakmám. Mit jelent ez a koponya? Maguk valami szekta tagjai? Tiszteljük a múltunkat. De valamiből fenn kell tartani egy ekkora céget, nem? Föld alatti kórház, laborok, több millióba kerülhet a fenntartás. Megoldjuk. Na de ki? Ő maga jön nyomozó. Ki a vezetője ennek az egésznek? Szeretnék megismerkedni vele, mielőtt elmegyek.
megköszönném, amit értem tett. Örömmel átadom neki a forró üdvözleteit. Láthatnám őt személyesen? Hogyan, Dr. Babur, ha? Tudom, csak Reni apja vagyok, de megérdemlem, hogy tudjam, nem? Van valaki, akit csodálunk. Aki lelkesítő hatással van ránk. Valaki, aki az erkölcs jelentőséget olyan kecsesen mutatja, mint a szél. Nincs se itt, se ott. Senki nem tudhatja valójában, merre van. Akkor jön meg, mikor nem várjuk. És aztán el is tűnik. Ő az örök lény. Nem találkozik vele senki. Egyfajta legenda. Köszönöm, doktor úr. Ez a fantomok definíciója. Hát, azt hiszem, akkor ez sakkmatt. A professzor azt mondja, pár hétig Mankóval kell járnia, és sokat kell tornáznia. Persze, ha megteszi. Magának biztosan megteszi. Örömmel közlöm, hogy az apja és a társa elleni vádakat ejtették. A rendőrség kész visszavenni őt, amint elég jól érzi magát. Köszönöm. Nem is tudom, hogy mit mondja. Ha önnek vagy az apjának további segítségre van szüksége, kérem, habozás nélkül jelentkezzen. Köszönöm. Nos, itt van a repülő. Indulásra kész. Reni. Azt hittem, nem jössz el. Muszáj volt. Olvastad a naplót? Igen. Megváltoztál. Nem volt igazad. Én szeretlek. Amióta először megláttalak, talán. Miért nem maradsz itt? Vele kell mennem. Szüksége van rám. Nem. Csak tartsd meg. Megteszel valamit, Chris? Kit vagyok? Kit. Megköszönnéd a nevemben a fantomnak? Megteszem. Tudja, hogy legszentebb kötelessége fiú utódot nemzeti, aki átveszi az örökségét. Testvérek és nővérek, történelmi válaszút előtt állunk. Olyan ellenséggel állunk szemben, amely kezdetektől vadászik ránk és gyötör minket.
Nem maradt a szín vérvonalból egyetlen élő örökös sem. Ratib Jabad volt sajnos az utolsó. Ám miközben ilyen szerencsétlenségért, a szerencse ránk mosolygott, mert elküldte az új vezetőt, akinek ereje bámulatra méltó, és a kegyetlensége példátlan. Azt, aki tiszteli a történelmünket, tiszteletben tartja a hagyományainkat, és a legfontosabb, hogy ismeri az ellenség erejét és gyengeségét. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom az igazgatótanács új elnökét, Abel Vandermarkot. Ladies, gentlemen. Egy szín meghalt. Éljen sokáig a szín testvériség. Éljen sokáig a szín testvériség. És hasonlál a fantomra.